Üresen áll a kispiaci busz megálló csütörtök délelőtt. A faluból sok diák és felnőtt jár Szabadkára, azonban hétköznap 8, hétvégén pedig mindössze egy járat indul a városba. A diákok többsége a délutáni járatok számát növelné, mivel délután nehézkes a szabadkai iskolákból való hazajutás. Sokaknak autóval kell elmenniük gyermekeikért, vagy a horgos Szabadka járatot használni, amely a falu mellett teszi le az utasokat, több kilométeres gyalográsra kényszerítve őket. Van, hogy már 6-kor befejezem az iskolát, és akkor csak kanizsai járattal bírok hazajönni, ami elég messze tesz le minket a központtól. Ha mondjuk délutáni váltásban vagyok, akkor elég kevés járat van, így este felé az utolsó 19.45-kor indul Szabadkáról, de mondjuk ha hamarabb fejezem, akkor Kispiacról nincsen egyáltalán, csak kanizsai busszal kell hazajönnünk, ami 5 kilométerre arrébb tesz le minket. Van olyan is, aki a tömegközlekedést a járatok hiánya miatt váltott a motorozásra. Inkább személyesen motorra, vagy úgy közlekedtünk, mert buszjárat az reggel van, meg akkor után délben volt, meg valamikor este, ahogy én tudom. Úgyhogy ritkán mennek a járatok. És akkor mennyire elégedett ezzel? Hát nem igazán. Mert Szabadkára bejutni például jó, hogyha nem éri az, ami közvetlen megy Szabadkára, akkor a bekötőig tud elmenni, onnan esetleg a bekötőt várni Szabadkára. Vagy pedig, ha más irányba akar menni, akkor meg főleg nehezebb. Virág Szabolcs, a Subotica Transz utasszállító közvállalat koordinátora a Pannon RTV-nek elmondta, két fontos körülmény miatt nem tudják bővíteni a helyközi járatok számát. Az egyik, hogy komoly munkaerő és gépjármű hiány van, sofőrből és autóbuszból sincs elég. Tudni kell azt is, hogy Kispiac nem szabadkai közigazgatás alá esik. Ennek értelmében a 44-es számú kispiaci járatunkat mi is városközi járatként tudtuk engedélyeztetni. Városközi járat révén, ugyanakkor a városi szubvenciós támogatások hiányában, és hát ugye a rentabilitás hiányában is sajnos pillanatnyilag nem áll módunkban járatbővítést végrehajtani. A Kispiac Szabadka reláción a közeljövőben nem várható járatbővítés, így továbbra is marad az elégedetlenség. A jelenleg közlekedő járatokról az 555-566-os telefonszámon vagy az interneten a www.sutrans.rs weboldalon tájékozódhat az utazóközönség.